Július 22-én a Piliszent Iváni lakótelepen kigyulladt egy lakás. A helyszíne perceken belül megérkezett a helyi önkéntes tűzoltók csapata, akik azonnal meg is kezdték az oltást, majd a fővárosból is érkeztek segítőegységek. A tűzoltók érkezése előtt a helyszínre ért két solymári és egy Piliszent Iváni polgárőr, akik rendőri biztosítás mellett kimentettek egy földön fekvő eszméletlen férfit az égő lakásból, ezzel megmentve az életét. A hős polgárőrök és rendőrtettét július 26-án ünnepélyes keretek között köszönte meg Piliszent Iván polgármestere Popréné Révai Gyöngyi, Solymár polgármestere dr. Szente Kálmán és Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke. Spajcs Gábor rendőrfőtörzsőrmester, Kovács Ernő és Tombor László solymári polgárőrök, valamint Szulimán István Piliszent Iváni polgárőr a kitüntetést a Szent Iváni Hivatal házasságkötő termében vette át, bajtársaik, kollégáik és családtagjaik körében. Elsőként Révai Gyöngyi polgármester mondott néhány szót. Ez a mi részünkről egy gondolom bizonyos értelemben egyszerűnek tűnő gesztus, ti továbbra is ugyanúgy az életetekben a biztonságotokat fogjátok kockáztatni. Nagyon köszönöm és nagyon nagy elismeréssel mindenkinek a munkájáért, mindenkinek, aki most éppen nem elismerésre szállt, hanem többi napon, más alkalmakkor ugyanígy szolgálja a lakosságot, és kérem, hogy ezt tolmácsolják azok is, akik most mint bajtársak vannak itt, hogy mindenkinek szól a köszönetünk és a köszönetem. Piliszent Iván polgármestere után Szente Kálmán fejezte ki köszönetét. Amikor néhány éve megnyitottuk és átadtuk, majd berendeztük új tűzoltószertárunkat, Földesi János Marzsuk úrnak első dolga volt, hogy elhelyezett ebben egy feszületet, azzal a felirattal, hogy Isten dicsősége egymásnak segítség. Ezért vagyunk, ezért vagytok, és azt hiszem, hogy ebben az esetben is sikerült jelesen vizsgázni, hogy életeket tudtatok menteni. Dobson Tibor vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke beszédében kiemelte, hogy mennyire fontos szerepet játszik az ember életében a biztonság, melynek alappillérei a tűzoltók, a rendőrök és a polgárőrök. Azok kollégák, akik pajtársak, akik a legutóbbi tűzesetnél helytálltak. Én azt gondolom, hogy példát mutattak mindenkinek, nem csak én is Szent Ivánon, hanem szerte az országban, hiszen azt tették, amire felesküdtek. Függetlenül attól, hogy amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor általában nem arra gondol, tudom magamról, hogy most én valami hősieset tettem, mert nem azt tesszük. Tesszük, amit vállaltunk. És esetleg majd később derül ki, akár számunkra is, hogy mi az, amit tettünk, mi az, amit keresztül mentünk, mi volt az a kockázat, amelyben tudtunk, akartunk, mertünk bátrak lenni, észszerűen bátrak lenni, hiszen egészen más vaknőség és a bátorság fogal. Az elismerő szavak után Dobson Tibor átadta kollégáinak a kitüntetéseket és az okleveleket, majd a polgármesterekkel együtt minden jelenlevő tűzoltónak és polgárőrnek ajándékkal köszönték meg a munkájukat. Az ünnepélyes pillanatokat pezsgőbontás és kötetlen beszélgetés követte.